Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. A mókus Írta Forró Pál a mű elektronikus változatára a nevezd meg, így a tovább 4.0 nemzetközi kreatív Commons licensz feltételei érvényesek. A hangos könyv a következő elektronikus változat alapján készült. Budapest, Magyar Elektronikus Könyvtárért Egyesület, 2015. Országos Széchenyi Könyvtár e-könyvtári szolgáltatások osztálya. ISBN 978-615-5557-36-1 online. MK 14756. Első fejezet. A kávéházban hirtelen izgalom támad. Először csak elmosódott, zavaros és izgatott szóváltás hallatszott. Egy hölgy és egy úr felindultan vitatkoztak a ruhatárossal, aki, mint az őrült, rohant másodpercenként a ruhatárba, magával hozta egész segédszemélyzetét, egy idősebb nőt és egy 14 évesnek látszó kisfiút. Ezek mind magyarázkodtak, esküdöztek, de még nem lehetett tudni, hogy miről van szó. Senki sem hitte el, hogy ez lehetséges hogy a belváros legelőkelőbb kávéházában eltűnjön egy 2000 pengős valódi mókusbunda. Mányai kormányfő tanácsos az ájulás környékezte. A tulajdonos is odajött és azt mondta. Csak nyugalom méltóságos asszony, mindjárt meg lesz, bizonyára elkeveredett a többi ruha közé. Akkor már a főpincér és az egész pincér hadabundát kereste. A kiszolgálás megakadt, és most már mindenki tudta a szenzációt. Elloptak egy bundát? Ezért felelnek? Meg fogják fizetni? Harsok tamányai! A ruhatáros azonban ellenkező véleményem volt. Kérem, magyarázta századszor, én a bundát kihoztam, és a méltóságos úr kívánságára az asztaluk mellé tettem egy székre nem tehetek róla, hogy a társaság még fél óráig búcsúzott, mielőtt a kabátokat felvették volna. Ha a bunda kijött a ruhatárból, nem vagyok tovább felelős. Engem száz felé hívnak, nem őrizhetem a már kihozott kabátokat. A méltóságos asszony síró görcsöket kapott, a tulajdonos verejtékező homlokát törölgette, a vendégek sopánkodtak és a nők egy kicsit kárörvendeztek. Ha nekik nincsen, másnak se legyen kétezer pengős bundája. De hát kilophatta el. A pincérek vállukat vonogatták. Szombat este van, rengeteg vendég fordult meg a kávéházban, minden pillanatban jöttek-mentek, nem lehet tudni. A tulajdonos bizalmas megbeszélést folytatott a főpincérrel. Néhány nevet mondtak suttogva. Urakat, akik már néhányszor elfelejtették bemondani az elfogyasztott süteményeket, azután másokét, akikről nem lehetett tudni, hogy mi a foglalkozásuk, és az este szintén megfordultak a helyiségben. Talán ezekre kellene felhívni rendőrség figyelmét. Persze, az ilyesmi nagyon kényes. Botrány, újabb kellemetlenség támadhat belőle. Józsi, a fekete képű pincér, aki a bejáró közelében dolgozott, azt mondta, hogy nagyon sok idegen jött be a kávéházba, akik körülnéztek, mintha keresnének valakit és nyomban kimentek. Hát ha ezek között volt a tettes. Ezek azonban csak találgatások voltak. A rendőr, akit az utcáról behívtak, nem tudott mást mondani, mint hogy majd jelentést teszi a tulajdonos haját tépte kétségbeesésében, hogy kiírják kávéháza nevét, és ez ártani fog jó hírnevének, alkuba bocsátkozott a kormányfő tanácsossal. Nem tudtak megegyezni. Végre is abban állapodtak meg, hogy másnap délután a méltóságos úr ügyvédjénél fognak találkozni majd az eldönti, hogy jogilag terhelie felelősség a tulajdonost, vagy nem. Második fejezet. A tettes pedig félig ájultan ült egy taxiban. Reszketett a rémülettől, képtelen volt megérteni, hogy mi történt vele. Hogy ő, Cser János, a kommerszia áruház hivatalnoka, bundát lopott. A fogai vacogtak, szinte csodálkozott, hogy még él, hogy nem szakadt rá az ég. Elfogják, feltétlenül elcsípi a rendőrség. Vissza kell vinni a bundát. Nyilalt belékínzóan. De már késő. Hogyan magyarázza meg a bunda elvitelét? Még ha nem is adják át a rendőrségnek, a nyilvános botrány, a megszégyenítés elkerülhetetlen, talán a nevét is megírják az újságok és akkor vége van. Gyűlölettel, írtózattal nézte a bundát, amely valósággal égette. Bent hagyja a taxiban. Hát, ha észreveszi a sofőr. Az is lehet, hogy a sofőr jól megjegyezte az arcát és jelenteni fogja a rendőrségnek, hogy miféle embert vitt az éjszaka. Még jó, hogy nem a lakását mondta meg a sofőrnek. Idegen utcát és házat nevezett meg. Majd nem felújongott, hogy legalább ennyire ravasz volt. A verejtékét törölgette. A szíve a torkáig dobolt. Elveszett ember. Sokkal naivabb, ügyetlenebb, gyávább, semhogy szerencsésen megúszta ezt a kalandot. Valahol, valahogyan elfogja árulni magát. Határozottan és világosan tudta, hogy börtönbe kerül. Gyakorlott, vérbeli tolvaj nem ismert volna elkövetni ilyen őrült vakmerőséget hogy feláll a törzs kávéházban, ahová minden este bemegy elolvasni az újságokat és ahol kávét vacsorázik. Azután közvetlenül a kiárat mellett megpillantja a bundát, amely egy szék karfájára volt dobva. Mellette alatta csupa kabát. És senki sem figyel oda. Valami viccen nevetett a társaság. Őt sohasem érdekelték a bundák. Nem is volt érzéke hozzá. Azt sem tudta, hogy mi a különbség a perzsa és a mókus között. És mégis elvitte. Mintha álomban látta volna önmagát. Egy idegen, ellenséges másik cser János kényszerítette, hogy lopjon. Egy szenvedétől és szerelemtől tébolyult ember, aki nem bánta, hogy bebörtönzik, felakasztják, derékba törik-e karrierje, vagy nem. Csak egyet tud, ez az egyetlen mód, hogy megnyerje Erzsi szerelmét. Nem, tekintetes bíróság, nem azért loptam, mert éheztem, vagy nyomorogtam. Én beértem egy falat kenyérrel és két évig hordtam egy ruhát. Én még félre is tettem a fizetésemből. De szerelmes voltam. Ne tessék azt mondani, hogy ez semmi. Ezt nem lehet megmagyarázni, uraim én nem vagyok érzéki állat, nem szaladgáltam lányok után, mint a barátaim, de az Erzsi az más volt. Úgy jött rám, mint egy forró láz, nem aludtam, nem ettem, az irodában az írógépemből kandikált ki, az aktákon láttam, a telefonból csilingelt. A pénztári orvos azt mondta, hogy ideges vagyok, kérjek szabadságot. Én tudtam, hogy rajtam csak Erzsi segíthet tekintetes törvényszék, ne tessék kinevetni engem. Tisztában vagyok, hogy az ilyen félszeg, rosszul öltözködő emberhez nem illik olyan tüneményesen szép lány, mint Erzsi. Ő mindenben pontosan az ellentétem. Büszke, becsvágyó, tele van izzó élni akarással. Megtűrt maga mellett, mint egy hű és alázatos kutyát. De megmondta, nem illünk egymáshoz. Színésznő akar lenni. Gazdag, ragyogó, ünnepelt. Én majdnem meghaltam a szerelemtől, és ő néha jó volt hozzám, megsimogatta a hajamat, sajnált. Két hét előtt borzasztó jelenet történt. Rettentő állapotban találtam otthon. Sírt, sápat volt, azt mondta, öngyilkos lesz. Összetett kézzel könyörögtem, hogy mondja meg, mi a baja. Rám nézett, a szemében keserűség és egy kis gúny volt. Mit tud maga segíteni rajtam? Hallgasson meg, János! Ebben a hónapban leszek 22 éves. És még semmi sem történt, érti? Semmi. Pedig már nem lehetek szebb, és nem törhetem jobban magamat, hogy sikert érjek. És tudja, min múlik minden. Hogy nincsen elegáns ruhám. Ha én egyszer bundát kapnék, meg tudja érteni, hogy mi az a bunda a nagy kulcs, amely megnyitja az érvényesülés kapuját. Imádni tudnám azt, akitől én bundát kapnék. És én attól kezdve folyton csak a bundákat néztem a kirakatokban. Néztem a fantasztikus árakat, 400, 500, 600 pengő. Az agyam izzott az erőködéstől, hogyan szerezhetném meg ezt az összeget. Erzsi imádni tudná azt, akitől bundát kapna az én életem már nem ér semmit. Elvesztem, megőrültem. Lezüllöttem, nincsen erkölcsi érzékem. Gyilkosságokra, betörésekre gondoltam. Amerikai gengszterekről szóló híreket faltam. Ravasz terveket eszeltem ki, hogyan lehetne bundát rabolni. És tudtam, hogy sohasem lesz bátorságom egyetlen tervet sem végrehajtani és tegnap előtt mondta Erzsi, hogy ne haragudjak, de mondania kell valamit. És miközben a hajamat simogatta, azt mondta, legyen okos János, ezt meg kell magának érteni, megmagyarázta, hogy mi ketten nem találkozhatunk többé. Ha az emberek mindig velem látják, nem mernek hozzám közeledni, azt hiszik, a mennyasszonya vagyok. És, de ezért sem szabad haragudnia édes Jánoskám, maga olyan szürke, annyira nem elegáns emberke, Hiába mondom magának, hogy öltözködjék jobban, mindig úgy áll a ruhája, mintha vasvillával hányták volna magára, és a nyakkendőjének rémes a mintája. Nem mutatkozhatunk nyilvánosan. Rontja az én lehetőségeimet, lefokozza a megjelenésem hatását. Én elzöldültem, sírni kezdtem akkor megsimogatott, megcsókolt és azt mondta, azért mi jó barátok maradhatunk, csak éppen nem mutatkozunk a nyilvánosság előtt. Tudtam, hogy elvesztettem. Tegnap már nem fogadott. Valami kifogást mondott. Egy barátnőjét várja. És ma se jöjjek, mert egy nényéhez hivatalos. Ez már a vég a számla lezárása, az üzlet likvidálása, ahogyan mi azt mondani szoktuk. És akkor ma este megpillantottam a kávéházban a bundát. Mintha szándékosan tették volna az utamba. Esküszöm, uraim, az volt az érzésem, hogy az Isten tett csodát. Megsajnált, elém hullatott egy bundát. Vedd fel, te szegény, agyongyötört fiú, vidd el a lánynak, legyetek boldogok. Én tudom, hogy ez hülyeség, hogy az Isten nem nyújt segítő kezet a bűnhöz, de én már akkor egészen őrült voltam. Ügyetlen, babonás, ostoba, mint egy gyermek. Olyan bután vettem fel a bundát, hogy nem is értem, miért nem vették észre. Talán, mert a kilátta, épésszel el sem hitte, hogy ilyen naivan lehet lopni. Kérem, tessék engem felmenteni. Én semmiről sem tehetek. Az autó hirtelen megállt. Cserföleszmélt! Ilyet mozdulattal magához kapta a bundát, kiugrott a kocsiból és kifizette a sofőrt. Azután úgy tett, mintha becsöngetne a ház kapuján. De nem nyomta meg a gombot. Megvárta, amíg az autó eltűnik. Akkor gyorsan befordult a mellékutcába és hazasietett. Harmadik fejezet. Gyűrötten, összetörve ébredt fel reggel, az alvás egyáltalában nem frissítette fel. Elkínzottabb volt, mint lefekvés előtt. A bunda mellette feküdt a széken. Ilyetten kapta fel. Micsoda ostobaság! Ha a házi kisasszony bejött volna és meglátja a bundát, mit válaszolhatott volna, honnan szerezte, hogyan került oda? Ilyetten ugrott ki az ágyból és a bundát a szekrénybe akasztotta, ráfordította a kulcsot és zsebrevágta. Aztán felöltözött és lement reggelizni a kávéházba. Fél nyolc volt. A gyomra émeigett, az idegei el voltak nyűve, mintha az egész világ felfordult volna, semminek sem volt értelme, mindent ellenségesnek és utálatosnak látott amikor az újságos szokott mozdulattal eléje rakta az újságokat, egyszerre ismét szívdobogást kapott. Erre még nem is gondolt. Remegő ujjakkal lapozta végig az első keze ügyébe eső újságot. A hatodik oldalon fedezte fel a néhány soros hírecskét. Ellopott bunda, Tegnap este az Excelsior kávéházban ellopták Mányai Ferenc kormányfőtanácsos nejének 2000 pengőt érő bundáját. A rendőrség erélyesen nyomozza a tettest. Ennyi volt és nem több. Máskor szórakozottan siklott át az ilyen híreken. Most viassárga lett és konyakot rendelt. A rendőrség nyomozza a tettest. Gyors egymás utánban átforgatta valamennyi lapot. Mindegyikben megtalálta a négy soros hírt. A szeme, mintha csak titkos bűvölet vonzotta volna, automatikusan azonnal rátapadta végzetes sorokra, amelyek megnőttek, óriási jelentőségűek lettek. Megitta a konyakot. A kávéház terasza előtt egy rendőr sétált el. Csert tudta, hogy nem keresheti őt mégis olyan rémült, eltorzult arccal nézett a rendőr után, hogy mikor véletlenül a szemközti tükörbe nézett, maga is megijedt. Hiszen ez az arc egyenesen felhívja a rendőrség figyelmét. Úgy meg volt rendülve, annyira elcsigázta a szörnyű éjszaka, hogy megidézése esetén egy pillanatig sem tudott volna tagadni. Még kérdezni sem kellett volna. Ha egyszerűen eléje áll egy rendőr, azonnal vallani kezdett volna magától. 2000 pengőt ér a bunda? Ő azt hitte, legfeljebb 300-at. A bűne egyszerre megnövekedett a szemében, valósággal lesújtotta. Megfordította a széket, melyen ült, és úgy helyezkedett el, hogy ne láthassák az utca felől. Jó reggelt, Cser úr! Köszönt a főpincér! Betegnek tetszik lenni talán. Nagyon rossz színben van. Talán gyomorontás. Igen, idegesség, nem aludtam. Dadogta cser, és majdnem leesett a székről, úgy remegett. Tehát mindenki látja, az arcára van írva a kimbélyeg. Nyolc óra. Fél kilencre bent kell lennie az irodában. Gyorsan fizetett. Amint végigment a körúton, egyre jobban érezte, hogyan nő, lobog benne a nyugtalanság. Őrültség volt, amit elkövetett. A bundától meg kell szabadulnia. A reggel józanságában nem tudta megérteni, hogyan válhatott tolvajjá. Az agya lázasan dolgozott. Kidobja az ablakon a bundát, elégeti, becsomagolja és feladja Mányai címére. Megfordult és hazafelé ment de minden lépésnél újra belé ki nem elégített vágy, most elérheti Erzsit. És tüzes színekben rajzolódott eléje az elképzelt ölelés, a hála, az édes, puha száj, amint csókolja. A legrosszabbon túl van. Elviszi a bundát Erzsinek. Most azonnal. Még a délelőtt folyamán. Bement egy telefonfülkébe, felhívta az irodát és bejelentette, hogy beteg orvoshoz kell mennie. Azután haza sietett. Saját kulcsával nyitotta ki az előszoba ajtót, azután a szobájába ment. A háziasszony meglepetten nézett rá. Mi történt, Cser úr? kérdezte elképedve, elbocsájtották. Nem, csak nem érzem jól magamat. Kérem, fejezze be a takarítást! Hívassak orvost! Főzzek teát! Semmit sem kérek! Az asszony azonban nem hagyta magát könnyen lerázni. Csak tessék jól kényelembe helyezni magát! Kérem a szekrénykulcsot, új párnahuzatot veszek ki, hát ha látogató jön napközben. Cser megrezzent! A szekrénykulcsot kérik! Egy kis konyak sem ártana. Az is a szekrényben van. Mit akar ez az átkozott asszony? Miért emlegeti folyton a szekrényt? Cser indulatosan kiáltott rá. Kérem, ne zavarjon! Már mondtam, semmi sem kell. Az asszony sértődötten és meglepetten nézett cserre. Még sohasem hallotta ilyen hangon beszélni. Cser elpirult. Érezte, hogy megint ostobán viselkedett. A háziasszony gyanakszik rá. Mikor magára maradt, kivette a bundát és belecsavarta egy lepedőbe. Mint ahogyan az áruházakból szokták a női ruhákat hazaküldeni. Azután kiment a konyhába. Kedves Kovácsné, mondotta, ne haragudjon, az előbb túl ideges voltam. Kérem, menjen le a patikába, és hozzon három piramidont. Tessék a pénze azután visszafolytott lélegzettel leste, mikor zárul be az asszony mögött az előszoba ajtó. Kiszámította, mikor érhetett a földszintre, mikor hagyhatta el a házat. Gyorsan néhány sort ír egy papírszeletre. A beteg mentem. Ne legyen nyugtalan. Felkapta a vászonlepelbe burkolt bundát és lerohant az utcára. Megint autóba ült és bemondta Erzsi címét. Negyedik fejezet Erzsi haragosan vonta össze a szemöldökét, amikor Anna, a kis mindenes cselét bejelentette, hogy Cser úr várakozik az előszobában. A dolog határozottan kellemetlen volt. Erzsi a Cser ügyet befejezetnek tekintette. Két nap előtt a Váci utcában egy elegáns fiatalember megszólította, megismerkedtek és úgy látszott, hogy a fiú komoly lángot fogott. Tárnokinak hívták, kiderült, hogy autója is van, valami textilgyár igazgatójának a fia, rengeteg a szabad ideje, szóval ideális lovag. És most megint jelentkezik ez a lehetetlen cser. Nem, igazán elég volt belőle. Ha nem érti meg, hogy miről van szó, majd világosabban megmagyarázza neki. Erzsé e pillanatban gyűlölte csert. Hogy ne, miatta vesztett el életéből két esztendőt. Most még egy rendes ruhája sincsen, pedig Tárnoki Gyurka a belvárosi elegáns cukrászdában adott neki találkát. Mit vegyem fel? Utolsó reménysége Gizi barátnője volt. Meg fogja neki magyarázni, hogy milyen életbevágó dologról van szó. Talán kölcsön kapja tőle a fekete, prémgalléros kabátot. Ha nem, Erzsi szinte sírva fakadt kétségbeesésében, ha erre gondolt, telefonálnia kell Gyurinak és lemondja a délutáni találkozót. A legnagyobb taktikai hiba, ha a nő rosszul öltözködve jelenik meg elegáns gavallérja oldalán. Viszont vasoszlopokkal támasztja alá és százszorosra fokozza győzelmét, ha a férfi diadalmasan néz körül és figyeli, hogy csodálják és iriglik -e a társaságában lévő szép és elegáns hölgyet. Fanyar arccal, rossz kedvűen ment ki az előszobába cserelé. Jó napot, János, mondotta, mi jutott az eszébe, hogyan kerül ide délelőtt tíz órakor. Rémes gondolta ugyanakkor magában. Ez az őrült képes megölni engem vagy magát. Megszökött a hivatalból, idejön, drámai jeleneteket rendez. Utálatos és tapintatlan dolog. Drága Erzsi, hebegte cser és az izgalomtól elfulladt a hangja, ne haragudjon. Erzsi nem volt többre kíváncsi, tudta, hogy mi következhetik. Nézze, kedves János, mondta idegesen, nagyon sajnálom, hogy tapintatlanságra kényszerít. Én igyekeztem szépen megmagyarázni, hogy mi ketten nem találkozhatunk többé, és hálás voltam, hogy olyan gyengéd volt, megértett és két napig nem mutatkozott. És most mégis eljött. Ha igazán szeretne, nem tenné ezt, nem hozna ilyen kínos helyzetbe. Ajándékot hoztam, Erzsi, mondta Cser, és a hangja eltikkadt a szörnyű lámpalástól. Ajándékot? Csodálkozott Erzsi, és csak most nézett körül. Az előszobában álló szék karfáján meglátta a fehér lepedőbe burkolt valamit. Mi ez? kérdezte megrökönyödve. Néhány nap előtt azt mondta, hogy szeretne egy bundát. És én megvettem magának. Döbbenetes csend. Erzsinek kerekre nyílt a szeme. Azután hisztériás mozdulattal lerántotta a bundatakaróját, és egy pillantást vetett a gyönyörű jószágra. Nő volt, aki ösztönösen és azonnal felértékeli, megbecsüli és egész jelentőségében méltányolja az eléje rakott divatcikket. Elképett, majdnem elájult, nem hitt a szemének, felhördült és úgy vette a kezébe ez a bunda legmerészebb álmait is meghaladta. A bélésén, szabásán, pehelysúján érezte, hogy elsőrendű portéka. Nem, nem lehetetlen, ezt nekem hozta. Kérdezte, és a hangja elakadt. Egészen meg volt zavarodva, a lényét feldúlta, lelke mélyéig megrendítette és elkábította a meglepetés. Öröm, félelem, kétkedés viharoztak benne alkalmi vétel volt, kéz alatt vettem. De hiszen ez ezreket ér. Ámult el egyre jobban Erzsi és vad vágyakozással húzta magára az előszoba tükre előtt. Elragadtatva, édes szédülettel nézte magát. Milyen szép isteni! Sóhajtotta. A magáé. Ismételte cser. Drága, Kiáltotta Erzsi, azután minden úgy történt, ahogyan azt cser megálmodta. A nyakába hult, átölelte, csókolta, ájult boldogsággal hullatta a hálálkodó, megható szavakat. A férfi elkínzott szívében édes melegség támadt. Megdermet vére újra frissen kezdett keringeni. Ó, mit bánta e pillanatban a kockázatot, amelyet magára vállalt, a jövő minden poklát. Ezért a percért semmi sem volt nagy áldozat. Bementek a szobába. Erzsin még mindig ott volt a bunda, még mindig azt nézte minden tükörben, újongó örömmel, mint egy látomást és kacagott, tapsolt, ugrált elragadtatásában. Néha cserhez ugrott, csókot cuppantott az arcára és megint a tükörhöz rohant. Fel és alá sétált a szobában, nem tudott betelni a maga csodálatával. Hát ez nagyon szép bűbájos, hogy ilyen remek bundával ajándékozott meg. Ismételte százszor is. Azután elérzékenyülve cirógatta Cser arcát. Ugye, nem haragszik, amiért kissé ideges voltam. Az életemet is magának adnám. És most csak egyet kérek. Töltse velem a mai napot egészen. Szabadságot kaptam az irodában, és nem szeretnék egyedül maradni. Olyan régóta nem láttam. Szeretném, ha kárpótolna a mulasztottakért. Erzsi rosszallóan csóvált a fejét. Nem szabad ilyen érzelmesnek lennie, János. Az nem férfias. Délelőtt szívesen sétálok magával a városban, de délutára már elég érkeztem. Mennyasszony lett egy barátnőm. Néki kell segítenem bevásárolni. Hát hová menjünk? már alig várom, hogy az új bundámban jelenhessek meg az utcán. Azt hiszem, sikere lesz. Cser megrémült. Végig sétáljanak a belvárosban a lopott bundával. Talán felismernék, gyanús lenne, hogy egy kopott ember sétál a káprázatos eleganciájú nagyvilági nő oldalán. Hozzálép egy detektív, félrehívja és megszólítja, igazolja magát. Kicsoda ön! és ki az a nő, akivel sétál. Maradjunk inkább itthon. Sokkal jobban szeretném. Mondotta halkan. De hát miért? Beteget jelentettem az irodában. Kellemetlenségem lehetne abból, ha az utcán látnának meg. És valóban nem is érzem magamat jól. Erzsi sajnálkozva nézte. Az ám. Rossz színben van és hirtelen, szinte kétségbe esetten, mintha védőbeszédet tartana, megfogta János kezét. Higgye el, nagyon sajnálom János és meghat a jósága. Én hálátlan, rossz lány vagyok. Maga sokkal különb nőt érdemelne, mint én. Nem is tudom, hogy miért szeret. Nem érdemlem meg. Ha egy szikrányi lelki ismeret lenne bennem, nem szabadna elfogadnom a bundát tudom, hogy micsoda ember feletti áldozatába kerülhetett a megszerzése. Talán egész megtakarított pénzét kiadta, adósságot csinált, koplalni fog. Mi értelme van ennek? Mit adhatok viszonzásul? Nem lehetek a felesége. Tudom, mormogta rekedten cser, vakmerőség, hogy erre gondolni mertem. Én csak egy szürke, jelentéktelen kis emberféreg vagyok és maga gyönyörű. Karriert kell csinálnom, János. És sohasem fogom elfelejteni, hogy maga segített hozzá. Ez a bunda szerencsét fog hozni. Ígérem, hálás leszek érte. De várnia kell. Majd, ha elértem valamit. Igen, Motyogta János, nem szabad az útjába állnom. A hangja úgy hangzott, mintha föld alól nyögne fel. Szintelen és üres volt mintha meghalt volna a lelke. No, ne legyen ilyen szomorú. Igyekezett Erzsi mosolyogni és kedveskedve hozzásimult. Kedves, jó pajtásom, hiszen én szeretem magát. Tudom, hogy a legjobb barátom. De Cser ezt már nem is hallotta. A szívét jeges kéz szorította össze. Vissza sem csókol. Kérdezte Erzsi. Én most elmegyek mondotta Cser. És már ment is ajtó felé. Erzsi megrémült. Ez az ember a halába indul. Úgy el volt keseredve, hogy szinte sírni tudott volna. Hát nem utálatosak a férfiak. Egyik kezükkel örömet okoznak, a másikkal pedig mindent elrontanak. Ne kínozzon, az Isten szerelmére, ne kínozzon! Sikoltotta hisztériásan esküdjön meg, hogy nem követ el semmi őrültséget. Ígérem, mondotta Cser, és csókoljon meg. Cser a lány arcára tapasztotta ajkát. Erzsi megijedt, hogy milyen élettelen, hideg. Ötödik fejezet. Erzsi égő szemmel nézte a szék támlájára tett bundát. Csak semmi érzelmeskedés. Gondolta magában. A győzelemhez bátorság és erős idegek kellenek. Ha gazdag leszek, visszafizetem Csernek a bunda árát, majd az összeköttetéseim segítségével jó állásba juttatom, barátja leszek, de ennél többről nem lehet szó. Ezzel a kérdéssel nem is ért rá tovább foglalkozni. A délutáni nagy ütközetre kellett felkészülnie. Volt néhány megtakarított pengője elhatározta, hogy kalapot vesz és szépen kiondoláltatja magát. A cipője és harisnyája egészen jó. A bundát nem fogja levetni. A megjelenése ellenállhatatlan lesz. Muszáj győznie. Három hónap előtt leépítették a bankban és a végkielégítésül kapott összeg már fogytán volt. Új állásra semmi kilátás. És nem is volt nagy kedve újra az írógép mellé ülni. Miféle reménye, kilátása lehet? Megvénül, megsavanyodik, mint a többi lány, legfeljebb a barátnője lesz egy kollégának, akivel azután együtt mennek vikendezni. Arra, hogy tisztességes munkával megőrzi élete nyugalmát, elvakultságában nem gondolt. Ha egy ismerőse meglátja az utcán újbundájában, bizonyára gúnyos és sokat jelentő mosolyra húzza majd a száját. Nem baj. Senkinek a véleménye sem fontos. Csak a tárnoki gyurkái. A fiú már várta. És a mozdulatból, ahogyan felugrott az örömteljes meglepetésből, amely arcára szökött, a felragyogó szeméből látta, hogy győzött. Milyen szép! mondotta elragadtatva tárnoki. És a cukrászdában ülők mind őt nézték e pillanatban. A vendégek és a kiszolgáló kisasszonyok. A lornyonok megmozdultak a kezekben, a nők összesugtak és szakértő szemmel mérlegelték. Sikkes kölyök. Hallotta Erzsi, amint egy idősebb hölgy a barátnőjének megjegyezte. Az urak megszakították mondataikat, idegesen Erzsi után fordultak és a társaságukban lévő nők féltékenyen és irigyen mérték végig új vetétársukat. Többen ismerték Tárnokit és ezek meglepetten kérdezték. Mit szóltok Tárnoki új hódításához? És megindult a forró találgatás, görl, társaságbeli nő, kalandornő. Az ilyesmit sohasem lehet biztosan megállapítani. Végül is mérteiné adta le a döntő szakvéleményt. Privát nő. Angyalian zavarban van. Lámpalázas a kicsike. valóban úgy lépett végig a cukrászda fotőjei között, mintha a mennyország kapuj nyíltak volna meg előtte. Ez volt a nagy, százszázalékos siker, belépése a nagyvilágba, a megérkezés. Parancsol a méltóságos asszony kérdezte a cukrász kisasszony. Nem lehet tudni, hogy miért szólította így a porcelánbabához hasonló platina szőkelány. Talán csak érezte, hogy valami cím és ren okvetlenül jár az ilyen ragyogó bundának. Teát és szendvicset. Válaszolta Erzsi, aki majdnem meghalt egy csésze csokoládé és krémes szelet után, de előre elhatározta, hogy előkelő marad. Köszönöm, hogy eljött, Szavalt a tárnoki. Remélem, észrevette, hogy milyen óriási sikere van. Mindenki magát bámulja. De hát hol volt maga eddig? Hol bujkált? Honnan jött? Hivatalba jártam. Ilyen bundában. Talán a főnök, illetve az elnöki igazgató úr adta karácsonyi remunerációra. Én tisztességes lány vagyok. Bocsánat, nem akartam indiszkrét lenni. De hiszen nekem igazán mindegy. Boldog és büszke vagyok, hogy én vagyok a szerencsés, aki megtaláltam. Maga nem is tudja, hogy micsoda csiszolatlan gyémánt. De, szavamra, divatba fogom hozni. Erzsi csodálkozva nézett a fiúra. Ezt nem értette. Háttárnoki nem a maga számára akarja lefoglalni. Másoknak kívánja mutogatni, Dicsekszik vele, körülhordozza a városban, mint egy szép kutyát, vagy új autót. Nem vagyok színésznő, nekem nincsen szükségem közönségre. Válaszolta. Minden nőnek szüksége van a sikerre. És ha sikernek tartja, hogy szeretem. Ezt csak úgy a teám mellé rakja, mint a szendvicset. Higgye el, ez izgatóbb és stílusosabb környezet, mint holdvilágos séta a Tabánban vagy a Margit szigeti romok közötti sóhajtás. A szerelemhez aranydíszlet kell, sejemkárpitok, francia parfümök és ínyenségek. A szenvedély nem nyögdécselés és utálja a gitározót. A nagyvilági szerelem muzsikája a motorzúgás, lehetőleg nyolc hengeres kedilek autói. Szeretem magát, mert van a lényében valami titokzatos, kalandorszerű. Megőrült. Én ezt szeretem. Én sem vagyok normális. Apám kétszer fizetett kiértem fantasztikus kártyaadóságokat, és Párizsban megszöktettem az Atlantic Néger táncos nőjét. Egyetlen éjszaka elvertem húsz ezer frankot, azután három hétig lebúkban kóboroltam, lerongyolódtam és végül is a követség küldött vissza Pestre kényszerútlevéllel. Biaricban kokain szánszokon vettem részt, és az apámnak már majdnem sikerült 26 éves koromban gondnokság alá helyeztetnie. Már készen volt a hivatalos orvosi tanúsítvány, hogy elmebajos vagyok. És ezzel még dicsekszik. Imádom az izgalmakat. Az utolsó pillanatban sikerült ellenorvosi véleményt produkálnom. Azóta a család a legfurfangosabb módon próbál törbe ejteni. Házias lányokat küldenek a nyakamra és azt remélik, hogy majd valamelyiket feleségül veszem. De én nem bírom a nyáspolgári típusokat. Nekem az olyan nő tetszik, mint maga. Erzsi megdöbbenben nézett tárnokira. Azt hiszem, téved. Mondotta. Drágám, nevetett a fiú és fehér fogai kivillogtak a szájából, mi egymáshoz illünk, én ezt csalhatatlanul érzem. Hagyjuk el a szokásos bevezetőjátékokat, nálam felesleges várasztania magát. Látja, én is őszinte arcképet rajzoltam magamról. Hivatalnok lány. Remete élet és ezregbe kerülő bunda ajándékba kaptam egy önzetlen barátomtól. Nem érdekel. Maga elém sodródott, és én 200 kilométeres tempóval fogom végigrohantatni a magas iskolán. Engem mulattat ez. Szenvedélyem a női karrierek egyengetése. Egy vörös hajú görölt, akit a ricbe vittem, egy éppen itt látogatóban lévő maharadzsa kérte meg 26. feleségeül. Nizzában dősetőle már kivillát és versenyistállót ajándékozott a kis Juliettenek, akit én fedeztem fel egy Monmárti lezüllött magyar festőműtermében. Á, ki tudná mindezt felsorolni? És mikor néhány nap előtt véletlenül megismertem magát, örömmel állapítottam meg, hogy megint jó anyag került a kezembe. De hiszen én azt hittem. Vigyázzon! Ki ne mondja, hogy azt hitte, szerelmes vagyok. Ez rémes lenne. Elvesznénk mind a ketten. Így azonban lelkesen leszek az impresszáriója. Bemutatom a nagy világban, ahol eldőlnek a női karrierek. Tud bridzselni? Nem tudok. Rémes. Holnap délután megtanítom. Az a fő, hogy fogalma legyen a kártyákról, néhány elemi szabályról. A Bridja névjegy, amely megnyitja bizonyos szalonok ajtaját. És most kiautózunk a szigetre a Floriszhoz táncolni. De hiszen már uzsonnáztam. Naív gyermek! Nem enni megyünk, hanem ez lesz a nagy bemutatkozása délután 6 óra tájban együtt vannak azok, akik még mindig sikeresen harcolnak az álláshalmozók ellen hozott különböző rendeletekkel és akiknek van szívük és fantáziájuk nőkért lelkesedni. Miközben fizetett, kisújján megvillant egy remek brilliáns gyűrű. Csodálatos kő! Mondotta Erzsi. Attól a maharadzsától kaptam, aki feleségül vette a kispesti gört. Azután beszálltak az autóba. Remek kocsi. Ámult el Erzsi. Francia gyártmány. A Márki adta, aki versenyistállót ajándékozott Juliettenek. Tárnoki személyesen vezette a kocsit. Vakmerően, szemtelen gyorsasággal rohant az utcákon. A Vilmos császárút egyik keresztezésénél majdnem elgázoltak egy férfit, aki szórakozottan, magába mélyedve haladt át az úttesten és nem hallotta a tülkölést. Az utolsó pillanatban tudott csak lefékezni. Nem tud vigyázni, hülye. Kiáltotta felháborodva tárnoki. A férfi felrezzent és az arca zöldes fakó lett. A szája mozgott, de már nem lehetett érteni, hogy mit mondott, mert a kocsi tovább rohant. Mi az, miért oly sápat? Annyira megijedt. Nevetett tárnoki erzsire pillantva. Igen. Mondotta Erzsi. De nem magyarázta meg, hogy az a férfi, akit majdnem elütöttek, Cser János volt. Hatodik fejezet. Egy héttel utóbb tárnoki azt mondta Erzsinek. Be foglak mutatni Mányai kormányfőtanácsosnak. Milliómos, kartellelnök, az egyetlen komoly tőkése pillanatban Budapesten. Erzsi naivul megkérdezte. Nős? Tárnoki szigorúan ráncolta a homlokát. Még mindig nem szoktad le ezeket az ostoba kérdéseket. Ha karriert akarsz csinálni, soha és semmiben se legyenek kétségeid. Aki nős, az el is válhat. A kormányfő tanácsos eléggé gazdag, hogy hatalmas végkielégítést fizessen esetleges vállás esetén a feleségének, akivel egyébként sem él túlságosan jól semmi szín alatt sem leszek a barátnője. Sem neki, sem másnak. Tárnoki kínzott mozdulatot tett. Ki beszélt erről? Ki kívánta ezt? Hát minek nézelte engemet? Hiszen én ragaszkodom legszigorúbban ahhoz, hogy erkölcsödet makulányi folt se érje. Erzsi kisé ostobán nézett tárnokira. Ezt igazán nem várta tőle. A férfi mosolygott. Gyógyíthatatlanul naív vagy. Jegyezd meg, hogy a legtöbb férfit olyan nők tették tönkre, akik csak gyújtogattak, de soha senkié nem voltak. Ezek az igazi vámpírok, a vérszopó, kegyetlen, veszedelmes nők, akikért megőrülnek a férfiak. Te, drágám, ilyen vagy. Csak úgy süvölt belőled az érzéki varázs, de valójában hidegebb vagy Grönland hómezőinél téged nem kell félteni, te nem veszted el a fejedet, nem érzékenyülsz el és soha se felejted el a szent célt meggazdagodni. Gonosznak tartasz. Így is lehetne mondani. De én szebb jelzővel illetlek. Embergyűlölő vagy. Csalódtál, rosszak voltak hozzád és te így fizetsz. Rájöttél a nagy igazságra, hogy az egészséges önzés a legbiztosabb alapja életünknek. Erzsi hallgatott. Eszébe jutott, hogy milyen kétségbe esett levelekkel ostromolja csernapok óta. A szerencsétlen embert két nap előtt hajnali négykor, mikor autón ment haza egy brixalomból, félig meggémberedve látta állni a szomszéd ház kapujában. Amikor Erzsit meglátta, gyáván előre lépett. Olyan volt, mint egy koldus. Tárnoki a zsebébe nyúlt és valami alamisnát akart neki nyújtani. Cser észrevette ezt a mozdulatot és elrohant. Erzsi nem tudott aludni azon az éjszakán. Sajnálta és gyűlölte Csert, aki állandóan megzavarta egyensúlyba verődő hangulatát. Mányai, magyarázta tárnoki, a jövő héten szar Rémóba utazik négy heti pihenésre. Nagyon megerőltette magát a folytonos áremelésekkel. Rettentően elfoglalt ember. Az ilyen mindig rohanó, gazdag emberek a legszenvedélyesebb nőimádók. De nincsen idejük megkeresni az igazi nagy értékeket. Éppen ezért mindegyiknek van egy megbízható fiatal barátja, bohém és nőszakértő, aki helyettük elvégzi a felfedezés munkáját. Tulajdonképpen szemtelenség és a kiuzsorázó politika legkirívóbb esete. Hát nem felháborító, hogy az a szegény fiatal fiú, aki maga is imádja a szépet, és megvan őrülve a nagy nőért, más számára kénytelen kikaparni a gesztenyét, mert ő csak szakértő, felfedezi a brilliánst, de a megszerzéséhez már nincsen pénze. Budapesten és a világ minden nagy városában számos kellemes modorú, pompásan táncoló, minden plegykát ismerő, kellemes fiatalember él, akiket estéről estére ott lehet látni az ismert, gazdag emberek páholyaiban, velük vacsoráznak, együtt keresik fel a lokálokat. A fiatal embereknek rendszerint van valami állítólagos foglalkozásuk is, 100-200 pengővel dotált állások, ami azonban igazán nem fontos. Az igazi hivatásuk a szórakoztatás, és főleg a nők felfedezése. A legragyogóbb és legdivatosabb nők társaságában forognak állandóan, mert mindig van idejük, szemtelenek és aranyos, jókedvű csirkefogók. Primadonnák, akik azonban nem fellépési, hanem lelépési díjakból élnek. Ez annyit jelent, hogy mikor a gazdag barát tüzet fog, ők diszkréten lelépnek a színpadról, átengedik a nőt és a barát gavallériájára bízzák, hogyan kárpótolja őket ezért a nagy lelkűségért. Undorító, mondotta Erzsi. Ez a becstelenek és aljasok világa. Egyáltalában nem. Menedzselés. Vagy ha úgy tetszik, kertészkedés megfelelő talajba ültetjük a díszvirágokat. Ha például te ott maradnál Elemér utcai bérkaszárnyalakásodban, néhány éven belül eljelentéktelenednél. Én azonban San Rémóba küldetek, ahol az ilyen trópikus, szép virágok dús virágzásba fognak és kivirulnak, megszépülnek. Nos, még mindig utálsz. Gyűlölnöm kellene téged, mert most már bevalhatom egy kicsit megszerettelek. Már majdnem szerelmes lettem. Isten őriz! Kiáltott a tárnoki. Csak nem akarsz mindkettőnket tönkre tenni. Erzsi sóhajtott. Tulajdonképpen igen bonyolult, érthetetlent és szomorú az élet. Csak a siker útja az. Ha megelégszel a szintelen egyszerűséggel, nyomban megszűnnek ezek a kellemetlen bonyodalmak. Hetedik fejezet Mányaival a Mulán Rúzs találkoztak. A méltóságos úr olyan korrekt, kedves, figyelmes volt, mint egy kaszinóitag. Egy kétértelmű szót sem mondott. Ellenkezőleg valósággal tüntetett finomkodásával. Úgy kezelte Erzsit, mintha egyenesen a gótai almanabból kilépett grófnő lett volna. De különös módon Erzsinek ez se hogyan sem tetszett. Ellenkezőleg bosszantotta. Minek ez a kétszínű komédia. Gondolta. Mányai nagyon jól tudja, hogy ő nem hercegnő és mi alatt szertartásos mosolyjal kínálja neki a pesgőt, magában már bizonyára jövendőbeli viszonyuk várható intimitásait részletezi. Ennél már igazán rokon szembesebb tárnoki nyers és kíméletlen szó kimondása. Ő legalább nyíltan megmondja, hogy miről van szó. Mányai udvariassága megalázta, mert gúnynak hatott. Közben tárnoki valósággal sziporkázott a jókedvtől, elmészségtől. Nézzétek azt a nőt! Mutatott egy kis sémolett, idősebb artista nőre. Szavamra két ballába van. Úgy látszik, csak így tud lépést tartani tulajdonban lépéseivel. Tudjátok, kivel táncol? Gárdaival, aki tavaly lett kész a tőzsdén. Egy évig Bécsben síbolt, és most megint van pénze. Vigyázz! Lecsavarják a lámpákat, tangó következik. Hát nem remekek a modern táncok. Az előtt a zenére kellett figyelni, most csak a világítást kell nézni, és már tudjuk, hogy mit kell táncolni. Mányai táncra kérte Erzsit. Szeretem, hogy ilyen diszkrét eleganciával öltözik. Mondott a tánc közben. Egész lényében van valami szolid finomság. Maga már kinőtte Budapestet. Sokkal stílusosabb keretbe kellene illeszteni. No végre, rátérünk a lényegre. Gondolta Erzsi. Járt már külföldön. Még nem. Ó, ezt sürgősen pótolni kell. A szépség nemzetközi érték és éppen úgy kirakatba kell tenni, mint az amsterdami gyémánt piac legszebb brilliánsáit. Olyan helyen kellene feltűnnie, ahol együtt vannak a világ nagy szakértői, a filmrendezők, színigazgatók. Például Szanrémóban mondja, kérdezte idegesen Erzsi, miért van az, hogy maguk, ha egy nőnek udvarolnak, mindjárt megemlítik azokat a további férfiakat is, akiknek át akarnak adni bennünket. Hogy érti ezt? Kérdezte megütközve mányai. Hogy már a filmrendezőt és a színi direktorokat emlegeti még azt sem tudja, hogy hajlandó lennék-e magával utazni Szarrémóba, már is arra gondol, hogyan továbbíthatna azután Hollywoodba vagy Londonba. Mányai csodálkozva nézett Erzsire. Kérem, én ezt csak önzetlenségből és a szépsége iránti őszinte csodálatomban mondtam. Nem ismertem arra a szerencsére gondolni, hogy esetleg az én személyem is figyelembe jöhet. És ha jöhetne, úgy természetesen eszembe sem jutna tovább menni. Kivéve most. Vágott szavába tárnoki. Mert unom ezt a lokált és ajánlom, vonuljunk máshová. Ismerek egy finom kis bárt a belvárosban. Mikor a ruhatáros behozta Erzsi bundáját, mányai meglepetten nézett végig rajta. Érdekes, mondotta, hogy mennyire hasonlít ez a kabát a feleségem volt bundájához. Ebben azonban több a sikk. Erzsi elsőnek lépett az autóba és tárnoki közben megkérdezte mányaitól. Hogyan tetszik? Elragadó teremtés. A legkülönb, akivel eddig találkoztam. A főnök azt mondta Cser Jánosnak. Nem tuberkulótikus maga. Rémes, milyen rossz színben van. És egyre soványabb. A kolléga úrszerelmes. Jegyezte meg Horvát, aki csak 24 éves volt és a hivatal bombiványának számított. A megjegyzésen mindenki röhögött. A harmonikás nadrágú, félrecsúszott nyakkendőjű, rosszul borotvált cservalóban komikus figurának festett a hős szerelmes szerepében. De Horvát csipkelődése elevenen találta csert. Kérem, kolléga úr, mondotta idegesen, kikérem az ilyen ízléstelenséget. A dologról egyébként nem lehetett tovább diskurálni, mert már végig viharzott az áruházon a nagy hír. A konverziát megvásárolta az Atlantic kartel, melynek Mányai Tibor az elnöke. Jól nézünk ki! Sóhajtotta Nagy Gizi, a levelezési osztály helyettes főnöke. Újabb részionalizálás és bélista. Gizi 30 éves, nagyon csinos lány volt doktori címe is volt, elvégezte a közgazdasági egyetemet, és a kollégák respektálták szokatlanul nagy műveltségéért. Gizi viszont már régen kiábrándult a diplomából, éppen olyan vadevezős és elszánt turista volt, mint többi kolléganői és a fiúk általában úgy beszéltek róla, hogy nagyszerű pofa. Cser nagyon rokon szembezett Gizivel, rendkívül sokat adott a véleményére mondja, kérdezte tőle a déli szünetben, miközben Gizi sonkás szendvicset evett, miért gyűlölik a nők azt a férfit, aki nagyon szereti őket. Gizi nevetett. Mert minden nő csodát vár a szerelemtől. És ha a szerelmet olyan férfi hozza eléjük, aki csak az egy szobakonyhás lakás varázsát ígéri, tájékozatlanságukban becsapottnak érzik magukat. Nem a férfire haragszanak, hanem az ajánlatában lévő sértésre. Higgye el, a férfi nem is számít. Aki aranytálcán kínálja a szerelmet, maga is megszépül és eszményi lovaggá lesz az aranyfényében. Aki pedig csak pakfongtálcán tudja hódolatát a nő elévinni, az olyanok szemében, akik az életet nem látják tisztán és nincs erkölcsi alapjuk, egy kicsit a cirkuszi polyácához hasonlít, aki egyetlen mozdulattal utánozza a porondra lépő gladiátorokat és a közönség kineveti. Én azt hittem, hogy a nők azokat szeretik, akik valami őrültséget követtek elértük. Akik halálos bizonyítékát adják szerelmüknek. Rossz regényeket olvas, kedves cser! Tudja ki az ideális lovag, akiért ma Pest minden nője megőrül? Mányai! A mi szeretve tisztelt új elnökünk! Hallom, éppen most kötött barátságot egy állítólag csodaszép nővel. Valami Erzsi. A város valamennyi csalódott és lecsúszott nője, aki mányaira pályázott, most ezt a hölgyet szeretné egy kanál vízben megfojtani. Az utcáról autóbőgés hallatszott. Gizi felfigyelt. Imelo e Hengrin személyesen. Mondotta és kimutatott az utcára, ahol hatalmas Rolls-Royce állt meg. A kocsiból ötven év körüli, markáns arcú, városi bundát viselő elegáns férfi ugrott ki. Az autó ajtaja csak egy pillanatra nyílt ki, de cser két parányi női lábat pillantott meg. Azután minden olyan volt, mint egy őrült tempóban rohanó álom. Lement a hátsó lépcsőn az utcára, és megkerülte az autót. A sofőr mögötti tükörtáblán keresztül nézett. A nő arcát nem láthatta, de felismerte a bundát. Az utca felőli oldalra ugrott és feltépte az autó ajtaját. Őrült, mondotta Erzsi. Meg akar ölni mind a kettőnket. Szereti? Kérdezte Cser és a szeme kidüllett, a homlokán megdagadtak az erek. Takarodjon! Kiáltotta Erzsi olyan indulatosan, mintha halálos mérget fröccsentene szét. Mit csinál ott? Lóduljon. Szólt rá a sofőr, aki hátrafordult és azt hitte, valami koldustolakodik. Cserszédülve ment vissza szobájába. A hivatalban a legnagyobb izgalom volt. Itt van mányai. Végigvizsgálja az irodákat. Mindenki üljön munkaasztalához. Ha valaki szerelemből gyilkol, kérdezte Csergizitől, az bűn. Gizi szigorúan nézett rá. Édes kollégám, maga hülye. Először is a romantikus iskola már régen nincsen divatban, másodszor, mikor nyakunkon van az új elnök, akkor igazán más gondja lehetne. Az ajtó kinyílt és az igazgató kalauzolása mellett mányai lépett a szobába. Itt vannak legszorgalmasabb és legmegbízhatóbb munkatársaink. Mondotta mézédes mosolyjal az igazgató. És ekkor valami egészen hihetetlen dolog történt. Cser János felállt íróasztala mellől, kezébe kapta a tintásüveget és teljes erejével mányai arcába csapta. Ez a tied, gazember, csábító. Kiáltotta. Az emberek megdermedtek, a szájuk kinyílt a bámulattól, ilyesmire még nem volt példa. Az igazgató felhördült és rávetette magát Cserre azután két hatalmas pofont adott neki. A többiek is magukhoz tértek. És valamennyien a vézna, beteg, lázpiros emberkét rohanták meg és rúgták, taszították kifelé. Mányai pedig csak állt elképedve és a tintát törölgette a szolgák törülközőkkel rohantak be, mányait behurcolták a fürdőszobába, hideg és meleg vízzel dörzsölték és szappanozták, az igazgató új inget hozatott a közeli divatáru kereskedésből. Cser pedig véresen, félig ájultan támolygott tovább az utcán. Agyon kellett volna ütnöm. Mormogta. Most már minden mindegy. Állását elvesztette, végkielégítést sem kap. Tolvaj lett, elzülött, kicsúszott alóla a talaj. Meg kell halnia. Nem, még nem. Majd előbb lezárja számláját. Egy tintás még nincsen elintézve a dolog. Mikor később mányai visszament Erzsihez, még mindig remegett az izgalomtól. Bocsás meg, kedves, valami hihetetlen gazság történt. Egy fickó, valami sovány, nyomorék alak hozzám vágta a tintás üveget. Valami csábításról beszélt. Mond kérlek, ismersz te valakit az itteni hivatalnoki karból? Nem, egy lelket sem. Igazgató azt mondja, hogy őrült, már napok óta figyelik, hogy nincsenek rendben az idegei. Természetesen azonnal kidobták. Nagyon természetesen. Mondotta Erzsi is. Nyolcadik fejezet Gizinek igaza volt. A reményeikben csalódott nők csak ugyan megindították bosszuló hadjáratukat Erzsi ellen. Nem voltak éppen túlságosan leleményesek és eredetiek. Névtelen leveleket írtak naponta a méltóságos asszony címére. Azt azonban tömegesen. A félvilág női általában összetartanak, nem keresztezik egymás útjait, csak olyankor mérgesednek meg, ha váratlanul egy, a polgári osztályhoz tartozó idegen nő próbál útjukba állni. Erzsiben megérezték a veszélyes ellenfelet. Azt a bizonyos nőt, aki nem átmeneti kalandot jelent a férfi életében, hanem feleségül véteti magát. Ezt pedig nem lehet tűrni. Az olyan férfi, mint mányai, nagy érték az éjszakák világában, nem szabad veszni engedni. Mányainé eleinte nem törődött a névtelen levelekkel. Már régen nem volt szerelmes a férjébe és megszokta urának kilengéseit. És természetesen neki is volt barátja. Már régóta foglalkozott a vállás gondolatával. De előbb megvárta, amíg vértesi gróf csak ugyannyilatkozott és kijelentette, hogy vállás esetén feleségül veszi. Mányainénak ez volt a legfőbb becsvágya. Grófnőnek lenni? Igaz, hogy a férje gazdagabb volt, mint vértesi gróf, de ha sikerül a vállást a féri hibájából kimondani, úgy kilátása lehetett a hatalmas végkielégítésre. Amikor tehát már a 12. levél közölte mányainéval, hogy melyik brixalomban találja délután 7 óra tájban férjét és barátnőjét, elhatározta, hogy rajtuk üt. A brit ugyan ártatlan játék, de az a bizonyos szalon arról volt nevezetes, hogy bárja is volt, ahol kitűnő koktélok mellett szórakoztak gramofon muzsikára a párok és a bárból apró fülkék nyíltak azok számára, akik a magányt keresték. Mányai, hogy sztendálnak, a szerelem nagy szakértőjének szavaival éljünk, viharosan belé szeretett Erzsibe. Vannak emberek, akik mindent és mindig percek alatt határoznak el ezek a nagy szónokok, hadvezérek és bankárok. Külön ösztönük van, amelyel egyszerre megérzik azt, amihez másoknak pepecselő kísérletezés és hosszas tanulmány kell. Mányai a következőket állapította meg Erzsiről, teljesen tapasztalatlan lány, aki naivságát dacossággal és megjátszott fölénnyel próbálja palástolni. Gátlásai vannak, fél, bizalmatlan, kellemetlen emlékei lehetnek de ez az a típus, mely ha egyszer megnyitja érzéseit, úgy csodálatos meleget, a kedvesség, odaadás, temperamentum és nőiesség szédületes együttesét ontja imádotja elé. És szép. Az a nő, akire minden férfi felfigyel. A fantáziára hat. Látta, hogy nem szabad sietni. Továbbra is megőrizte kifogástalan, diszkrét modorát. Minden este együtt voltak és tárnoki volt az elefánt. Ő állította össze az esti programot, néki volt kötelessége a hangulatot megteremteni. Erzsi lassanként nagyon rokonszembesnek találta mányait. Már elhatározott dolog volt, hogy vele utazik rémóba. ba Sanremo! Ott fog új élete kezdődni. Izgalmas, rózsaszínködök gomolyogtak előtte, ha ezt a nevet hallotta nem volt határozott terve. Éppen az volt a nagyszerű, hogy semmit sem határozott el előre. Csak mint valami homályos vezérmotívum muzsikált fel benne mindig a visszatérő gondolat. Ha mányai komolyan bele szeretne és feleségül venné. Tárnoki már gratulált néhányszor és elismeréssel jegyezte meg. Brávó kislány! Mányai már tökéletesen főzve van. Ezt a csodát még nem láttam. Bocsáss meg, hogy először mosolyogtam rajtad. Most meghajtom zászlómat. Ezt még egyetlen nőnek sem sikerült eddig elérnie. Mányai szerelme már abban a stádiumban volt, amikor terhessé kezd lenni a harmadik személy jelenléte. Kisegítő barátra és barátnőre csak akkor van szükség, amikor két ember még nem alkott teljes, önálló és tökéletes világot. De amikor az a bizonyos elektromos kapcsolás megtörtént, akkor csodálatos módon mindig van annyi témájuk, és mondani valójuk, hogy mindenki feleslegessé válik. Tárnoki megérezte e pillanat eljövetelét, és szépen, diszkréten kezdett visszavonulni. Kifogásokat emlegetett, meghívásokról beszélt, szóval nem jöhet el. Már felvetted a lelépési díjat. Kérdezte gonoszul Erzsi. Tárnoki nevetett. Légy nyugodt, nincs okom panaszra. Azért tudott komisság, hogy ilyen könnyen lemondsz rólam. Egy szegény proletár nem jelenhet meg brilliáns diadémmal. Meg kell elégednie a tíz százalék jutalommal, mely a becsületes megtalálót megilleti. A férfi igazi szerelme ott kezdődik, amikor szerelmét bevezeti a társaságba. Mikor nem szégyenli, nem rejti, hanem megszokott környezete előtt dicsekszik vele. Ezt a társaságba vezetést egyelőre csak Madame lüszi Brick való bevonulásuk jelentette. A legtöbb nagyvilági embernek kétféle társasága van. Az egyik, amelyel szűk családi körben érintkezik és házában vendégül látja, és egy másik, amelyikhez mulatós életét kapcsolja kártyázik, mulat velük, tegeződik, de magánéletének intimebb vonatkozásait szigorúan elkülöníti tőlük. Madame Lucy szalonjában igen jó nevű vállalkozók, kereskedők, lateinerek fordultak meg, egymásra mosolyogtak, kedves léhaságokról diskuráltak, kártyáztak, ittak és izgalmas kalandok után szimatoltak. A nők úgy tettek, mintha kizárólag a bridge és a tangó érdekelte volna őket, szinte kínos eleganciával öltözködtek és elkeseredett élethalál harcot vívtak egymással, hogy melyik tudja szépségben és megjelenésének hódító voltával túlszárnyalni a másikat. Az a bizonyos katlan volt, melyben a nagyvárosok plegykáit, kulissza mögötti botrányait kotivasztják. Madame Lucy egy méltóságos úr özvegye volt nagyon utálta vendégeit, mert halálosan fáradtnak érezte magát. Rémes volt naponta délután öttől hajnalig mosolyogni, kedvesen érdeklődni közönyös dolgok iránt és mindenre vigyázni. Ezen a nevezetes szerdán, amelynek pikáns eseményéről később valamennyi újság plegykarovata megemlékezett néhány rejtett célzással, Madame Lucy majdnem elájult ilyettében, mikor a szalon ajtaján egyszerre mányainét látta belépni. A szalomban bridgelők közül többen felismerték a szép méltóságos asszonyt és általános izgalom támadt. Mindenki tudta, hogy alig hanem szenzációs kis botrány előjátéka, és áldották végzetüket, hogy éppen ők lehetnek tanulja nem mindennapi eseménynek. Madame Lucia belépő elé sietett és hebegni kezdett. Kérem, kérem méltóságos asszonyom! nagyon meg vagyok tisztelve, bizonyára kedves férjét keresi. Sajnos, a méltóságos úrma még nem jött fel. A férjem, drágám, bent van a bárban, a barátnőjével. Ha megengedi, oda megyek. Madame Lucy elsápadt. Méltóságos asszonyom, ez lehetetlen. Az én szalonomban nem tűrhetek botrányt. Kérem, legyen belátással, ne tegye tönkre az üzletemet. Intézzék ezt el, kérem, oda-haza. Mányainé mosolygós arca még nyájasabb lett. Olyan kedvesen, elfogulatlanul viselkedett, hogy a vendégek, akik lélegzet visszafolytva figyeltek, kezdték nem érteni a dolgot. Mindenki tombolást, hisztériás kitöréseket várt és mányainé mosolygott. Hm, úgy látszik a méltóságos asszony még nem sejti, vagy nem hiszi, hogy micsoda meglepetés vár rá a kis bárban. Drága madám Lucy válaszolta mányainé, ne izgassa fel magát. Úri vagyok, aki nem szoktam cirkuszi látványossággal mulattatni a tömeget. Nyugodtan bebocsáthat a férjemhez. Közben Károly, a kis boly megszimatolta, hogy miről van szó. Bement a bárba és az izgalomtól elfulladva súgta mányainak. Itt van a méltóságos asszony. Mányainak arcába szökött a vér ilyen kínos helyzetben még sohasem volt. Nem akart Erzsi előtt félszeg helyzetbe kerülni, mindig sokat adott arra, hogy a monokli nélkül álljon a szemében. Bocsánat, mondotta Erzsinek, egy pillanatra magadra kell, hogy hagyjalak. Talán menj abba a sárga fülkébe és várj meg ott. De már erre nem kerülhetett a sor. Mert a nők rossz szokása szerint a helyett, hogy azonnal engedelmeskedett volna, kérdést intézett mányaihoz, meg akarta tudni, hogy mi történt, mert kitűnő női ösztönnel azonnal nőt szimatolt. Meg volt győződve, hogy mányai régebbi barátnője érkezett. És ez a kis időbeli eltolódás, mi alatt a kérdést feladta és mányai megtagadta a választ, elegendő volt arra, hogy mányai néha bárba lépjen. Servus mondotta teljesen elfogulatlanul a megdermet mányaihoz és azután magyarázóan fordult Erzsihez. Ne haragudjon kedvesem, hogy egy kicsit megzavartam magukat. Én ugyanis a felesége vagyok ennek az úrnak. Erzsi azt hitte, hogy menten elsüllyed zavarában. Fogalma sem volt, hogy ilyenkor mit kell mondani. Riattan nézett mányaira, akinek a szeméből ugyan nem esett ki a monokli, de azért a hangja igen kényszeredett és remegő volt, amikor azt mondta. Légy szíves, várj meg az autóban, azonnal jövök. De kedvesem, mondotta változatlan derűvel mányainé, erre semmi szükség nincsen. Csak nem vagyok olyan udvariatlan egy ilyen bájos kis nőhöz, hogy elvigyelek a társaságából. Csak azért jöttem, hogy sürgősen közöljek veled valamit. Kérem, én elmegyek. Szólalt meg végre Erzsi. De semmi szükség sincsen erre, kedves. Ellenkezőleg azt hiszem, nagyon fogja magát is érdekelni a dolog. Ugyanis arról van szó, hogy válok a férjemtől. Kérlek. Próbálta félbeszakítani ideges mozdulattalmányai. Mányainé azonban nem zavartatta magát. Ugyanis, amint tudod, vértesi gróf komolyan érdeklődik irántam és megkérte a kezemet. Nagyon aranyos fiú, de egy kicsit haboztam, mert sajnáltalak. De most, hogy ilyen jó kezekben vagy, azt hiszem, semmiféle akadálya nem lehet a vállásnak. Remélem kisasszony, fordult Erzsihez, mindenben kellemes partnere lesz a férjemnek kitűnő ember, figyelmes és kavallér. Madame Lucy e pillanatban követte el életének legnagyobb ostobaságát. A derék asszony, akinek nem volt fantáziája, és el sem tudta képzelni, hogy az ilyen kínos családi jelenet másképpen végződhessék, mint úgy, hogy a barátnőnek megszégyenülten távoznia kell, beküldte a bárba a bolyjal Erzsi bundáját. Erzsi gépies mozdulattal húzta magára. Mányainé óriási elképedéssel nézett Erzsire. Annyira meglepődött, hogy egyszerre kiesett nyugalmából és fölényességéből. Nem hitt a szemének. Odaugrott Erzsihez és végig tapogatta a bundát. Azután határtalan elképedéssel és felháborodással kiáltotta. De hiszen ez az én bundám. Tőlem lopták az Excelsior kávéházban. Erzsi halásápat lett. Mányai lovagiasan segítségére próbált sietni. Miféle ízléstelenség ez? Mondotta erélyesen. De mányainéval nem lehetett bírni. Erőszakkal hátrahajtotta a bundagallériát és megmutatta. Itt van a cég neve, és ez a Bélés nagyon jól tudott, hogy annak idején Bécsben vásároltam. Ez volt az utolsó méterjük. És ez a kis igazítás a deréknál. Végtelen megvetéssel abba hagyta az inkvizíciót, és gyilkos gúnyjal mérte végig a boldogtalan lányt. Tolvaj! Mondotta undorral. Azután férjéhez fordult. Gratulálok az ízlésedhez. Még egy lesújtó pillantást vetett mindkettőjükre, és kisietett a bárból. Erzsi csak most tért magához. Ne higgyen neki! Sikoltott fel. Én ezt a bundát ajándékba kaptam egy rajongómtól. Mányai olyan volt, mint akit jeges vízzel öntöttek végig. E néhány perc alatt óriási változáson ment keresztül. Nem kételkedem ártatlanságában. Mondotta fagyosan. De a dolog minden esetre kínos. Első rémülten nézett mányaira, aki e pillanatban olyan kegyetlen közönnyel állt mellette, egész lényéből úgy süvített a hidegség, mint egy hóhérból, aki a legkisebb részvét nélkül végez áldozatával. Megértette, hogy ezt az embert örökre elvesztette. Értelmetlenül bámult a férfira, nem értette, hogy annak a hiúsága sértődött meg. A családi dráma nem érintette túlságosan mélyen, de hogy ő, a híres kavallér, az elegáns társaságbeli férfi ennyire tévedhetett, hogy egy tolvajnőt választott barátnőül és felült a komédiázásának, ez vérig bosszantotta. Dühös volt a tulajdon naivságára, hogy csak ugyan elhitte Erzsinek, hogy tisztességes lány, hogy komolyan szeretni tudta és terveket kovácsolt vele kapcsolatban. Remegett a dűtől, és a legnagyobb önuralomra volt szüksége, hogy valami nagy gorombaságot ne mondjon neki. Erzsi észrevette ezt a nagy változást. Hát nem szeret már. Kérdezte, és szemét elöntötte a könyv. Ugyan kérem. Mondotta ingerülten mányai. Most már igazán elég a komédiából. Beláthatja, hogy mi ketten örökre végeztünk egymással. Nyomorult tört ki a sírás Erzsiből. Azután egy vad mozdulattal lerántotta magáról a bundát és mányai lába elévágta. Vigye! Kiáltotta magánkívül. És tűnjön el, ne lássam többé. Kirohant a szalomból, az arca olyan dult volt, a mozdulatai olyan kétségbeesést árultak el, hogy a teremben lévők szenzációérsége teljesen kielégült. Már azt hitték, hogy a botrány egészen simán múlik el. Most azután elégedetten állapították meg, hogy Mányai szakított Erzsivel és Mányainé, amint azt károly a reményteljes boly elárulta, férjét válóperrel fenyegette meg a bárban. Voltak, akik nem is folytatták a bridgelést. Felemelték a telefont, és sürgősen értesítették legjobb barátaikat és barátnőiket a délután szenzációjáról. Este tíz órakor már a korzó, New York kávéház, kaszinók, klubok mind értesülve voltak, és ha valaki éjfél után a mányai botrányt kezdte mesélni, gúnyosan intették le. Ugyan kérlek, ilyen közismert históriával jössz. 9. fejezet Cser János hazament és mint jó főkönyvelőhöz illik, elhatározta, hogy lezárja élete folyószámláját. Felállította a mérleget, melynek egyik oldalán ez állt, jeles kereskedelmi érettségi, magyar, német, angol nyelvtudás, 15 évi szolgálata, a kommerszia cégnél, havi 400 pengő fizetés, kilátásba helyezett cégvezetői állás. A másik oldalra pedig ezt írta, halálos szerelem, bundalopás, gúny, őrült merénylet az elnök ellen, állásvesztés azután felállította a szaldót, teljes csőd, erkölcsi és alanyi összeomlás. Cser János tolvaj, állástalan csavargó, kirúgott szerelmes. Elővette a lexikont és felütötte az möbetűs kötetben a mérgek című jelszót. Azután a V betűnél megnézte a Veronát. Ez tetszett a legjobban. A halálos bódulat, amikor álomban rohanja meg az embert a halál. Álmatlansága ellen már régebben kapott Veronálos receptet. Az orvosnak azt mondja majd, hogy elvesztette, és még egyet kér. Ha azt, amit a két receptre kap, egyszerre beszedi, tökéletesen elég. Leveleket is kellene írni. Gondolta. Minden rendes öngyilkos levelet szokott írni. De egy kicsit undorodott, mert igen butának találta azokat a közhelyeket, hogy bocsássatok meg. Kibocsásson meg neki és miért. Még ő kérjen bocsánatot az ember feletti szenvedésekért. Erzsitől búcsúzzon. Írja azt, hogy utolsó gondolata is az övé és nem bánja, hogy meghal, mert az a néhány csók, melyet tőle kapott, mindenért kárpótolja. De egyszerre megérezte, hogy ez nem igaz. Cser Jánost a halál küszöbén rettentő, gyilkos dűj el. Egyszerre megnyíltak szemei és ráeszmélt az igazságra. Hogy őt szívtelenül és gonoszul kiátszották, megcsúfolták, hogy visszaéltek buta jóságával és ostobaság volt egy lelketlen nő miatt lopni, elzülleni, meghalni. Miért legyen érzelmes, miért írjon neki még a sír széléről is szép és megbocsátó szavakat? Meg kell átkoznia nyugtalanná tenni életét, mérget keverni pesgőjébe, egy kicsit torkára fagyasztani a kacagást. A gyáva, gátlásokkal teli emberek rendszerint leveleket írnak és írásban mondják elmondani valójukat. Cserpapírt vett elő és kihalászta zsebéből a töltőtollat. E pillanatban a sovány, meggyötört, vézna emberke drámai hősé magasztosult minden keserűsége és megalázottsága, amely eddig fájdalom és sírás alakjában bujkált benne, a célos és gyilkos haraggá oszloposodott. Átokkal ajkamon halok meg, elátkozlak, amiért tönkretetted az életemet, elraboltad a becsületemet, feldultad lelkemet, meggyaláztad legszentebb érzéseimet. Cser agyában zavarosan keringtek a gondolatok diákkora jutott eszébe, amikor magyarból kellett iskolai dolgozatokat írni. Akkor írt ilyen dagályos szavakat. És egyszer, mikor novellát nyújtott be az önképzőkörbe? A hűtlen. Volt a címe. Ebben öngyilkos lett a megcsalt férfi. Letette a töltőtollat, nem tudott tovább írni. A szája szögletében valami egészen különös, keserű vonás jelent meg. Összeomlott élet romjain szoktak így nézni a halába indulók. Cser János könyvelő e pillanatban sugárzóan bölcs filozófus lett, aki felismerte a nagy szavak és nagy indulatok céltalanságát. Minek írjon Erzsinek? A nagy lelki összeomlások egyéni tragédiák, melyek mások szemében néha komikusak és legfeljebb felületes és sértő sajnálkozást váltanak ki. A nagy fájdalom zordá, gőgössé és fenségessé teszi az ember lelkét, bezárkózik szenvedéseinek gigantikus sziklavárába, megszűnik a többi emberrel való kapcsolata, túlemelkedik a földi élet apró és szürke komédiáin, rokona lesz a végtelennek a halálnak. Erről a küszöbről értelmetlen és kicsinyes dolog utolsó üzeneteket küldeni és levelezni olyanokkal, akik még nem érezték meg a végtelenség csodáinak közelségét. A gyűrött nadrágú, ízléstelen nyakkendőjű Cser János Gőgös nagyúr volt, aki büszkén felül emelkedett rendőrségen, szerelmen, hivatali gondokon. Néki már senki és semmi sem árthatott. És mégis könycsordult a szeméből. Valahogy mégsem így kellett volna elhagynia a világot. Mindig pedáns hivatalnok volt. Megszokta, hogy mikor irodájából távozott, előbb szépen rendbe hozta az íróasztalát. Ilyen szép rendben kellene itt hagynia az életet is. De mögötte minden borzalmas összevisszaságban feküdt, írtózat volt a sok elintézetlen akta bunda. Erzsé csupa gyötrelmes hátralék. Az előszoba felől csengetés hallatszott. A szobaasszony ilyenkor nem volt otthon. Ruhatáros volt egy moziban, ahonnan csak éjfél után került haza. Cser ajtót nyitott. Gizi lépett be, a doktor kisasszony. Meg akartam nézni, hogy mit csinál. Nagyon aggódtam magáért. Mondotta kedvesen. Cser megrendülten nézett a doktor kisasszonyra. Engem sajnálni is lehet. Kérdezte fájdalmas mosolyal. Nézze János, mondotta nagyon komolyan Gizi, maga teljesen elvesztette lába alól a talajt. Nagyon jól tudom, hogy maga e pillanatban öngyilkossági tervekkel foglalkozik. Ezt tudja. Döbbent meg János, és elpirult, mint akit tetten értek. Aki olyan őrültséget követ el, mint amilyent maga csinált ma délben, az már mindennel leszámolt. Mihez fog, mit akar kezdeni? Nagyon jól tudom, hogy micsoda lelki rászkódtatáson ment keresztül. Maga képtelen ilyen lelki állapotban állás után loholni, új életet kezdeni. Majd csak lesz valahogyan. Mondotta halkan, bizonytalan halkancser. Ezek frázisok, barátom. És különösen a maga szájából hangzanak rosszul. Két éve dolgozunk egymás mellett, alaposan megismerhettem magát tudom, hogy milyen lágy szívű, milyen érző lírai jellem. Magán csak egy dolog segíthet, ha elmegy Budapestről. Igen, el fogok menni. Mondotta különös hangsúlyjal Cser. Gizi mérges lett. Hallja, most már igazán elég volt a butaságból. El fog menni, és én már tudom is, hogy hová. Ma reggel levelet kaptam szülőfalumból, Árkádházáról. Az ottani mezőgazdasági szezgyárban megüresedett egy tisztviselői állás és velem akarják betölteni. Én nem hagyhatom el Budapestet, mert amint tudja, tudományos kutatásokat folytatok és egy kicsit menyasszony is vagyok. De magára gondoltam. A gyár vezérigazgatója a nagybátyám. Nagyon meleg ajánló sorokat írtam a maga érdekében. Egészen bizonyos, hogy alkalmazni fogják. Csermélységes megindulást érzett. Lehajolt és megcsókolta gizi kezét. Mondja, kérdezte egészen halkan, azt hiszi, hogy csak ugyan lehet így tovább élni. Persze, hogy lehet? Hát azt gondolja, maga az egyetlen, akit fejbevágott az élet, és Don Kihútéja lett a szerelemnek. Aki csak küzd és harcol a szerelemért, anélkül, hogy valaha is elérhetné. És lehet azért élni, mosolyogni, dolgozni. Lehet, János. És azért jöttem magához, hogy ezt megmondjam. Mert én megértem magát. Én is voltam Don Kihute egyszer, nagyon szerettem valakit és látja, itt vagyok, tudok mosolyogni, dolgozom az irodában, szakmunkákat írok és még flörtölök is. Maga is. Ámult el János. Egy ilyen tökéletes lány magát is el lehet hagyni. A szerelemnek külön világa van, melyben az erősek gyengék és a gyengék erősek lehetnek. A munka világában maga hős és kemény munkás János, a szerelemben azonban naív gyermek, könnyű pehely, melyet kedvére szedő el a forró vihar. Ez nem olyan szörnyű tragédia, mint ahogyan most érzi. Ki lehet heverni és fel lehet támadni. De én olyan nagyon, olyan végtelenül szeretem még most is ezt a leányt. Mondja Gizike, kiáltotta szenvedélyesen, válaszoljon becsületesen és komolyan, lehet engem szeretni. Egy ilyen félszeg, szürke, jelentéktelen embert. Szabad nékem egyáltalában szerelemre gondolnom csak magának szabad János, akinek az Isten akkora szívet adott, hogy az betölti egészen is annak szomorúságától, szüntelen lángolásától nem ért rá könnyed, elegáns hódító gavallér lenni, mert alázatossá tette a szenvedés és ámulat, ahogyan a szerelem csodáit nézte. Térjen vissza a munkához, János, és csukja be maga mögött szépen az álomország kapuit. Igen, meg kellene próbálnom. Mormogta Cser. Talán sikerül. Biztosan sikerülni fog. Mindenkinek sikerül, aki akarni tud és aki felismeri, hogy mennyi érték és szépség van az életben a szerelmen kívül is. Cser arca megvonaglott, ahogyan elkínzottan hallgatta Gizit, mint a halára ítéltek a gyóntató pap vigaszait. Milyen jó maga! Sóhajtotta. Ígérje meg, hogy hallgat rám, nem követ el semmi ostobaságot, és még ma elküldi ajánlatát a Szezgyárnak. Ígérem, mondotta Halkancser. Hát szóval, mondotta felvidultan Gizi, remélem, megértettük egymást. És észretért? Igen, nagyon köszönöm a jóságát. Gizi még egyszer kezét nyújtotta, és elsietett. Cser ott állt a nyitott ajtóban, a lépcsőházban és hosszan nézett utána. Mintha nagy fényeket oltogattak volna el, amint eltűnt az alsó emeletek kanyarulatában. Ilyenek lehetnek a földre szállt angyalok. De milyen édesen naív gyermek. Hát azt hiszi, hogy az olyan nagy problémákat, mint az övé, meg lehet oldani azzal, ha újra állásba megy. A szeszgyári főtisztviselőség meggyógyítja a véres sebeket, elülteti a fájdalmakat, melyek benne vonaglanak. Ált és nézett Gizi után. Az utolsó meleg simogatás, melyet még az élet számára tartogatott. Azután hirtelen, mintha látomása támadt volna. Egy szőke fejtűnt fel a lépcső alsó fokán, és amint emelkedett és jött egyre közelebb, Erzsit ismerte fel vékony imprimérúha volt rajta kabát nélkül, pedig kegyetlenül hideg volt. Cser dermedten nézte, az ajtó félfába kapaszkodott, mint aki kísértet elől hátrál. És Erzsi oda sietett hozzá, csupa égő indulat, extázisra korbácsolt idegek, könnyek és letörtség. Bocsásson meg! Mondotta és már rázta az okogás. Cserbetette az ajtót és szobájába vezette az okogó lányt. Fényjel és meleggel telt meg a szoba. Cservárta dobogó szívvel, elfulladó lélegzettel, hogy mi következik. A keze rásiklott Erzsi hajára és azt mondta. Visszajöttél. A lány felvetette könyben égő szemét és odatapadta férfihoz, mintha védelmet keresne. Ugye, nem fogod kérdezni, hogy mi történt. Nem akarsz megkínozni, nem akarsz gyönyörködni a megalázottságomban. Az övé voltál? Nem esküszöm senkié. Cserfáradt szemében, mintha új élet gyulladt volna. És mégis visszatértél? Kérdezte újra. Visszajöttem, mert most már tudom, hogy milyen csodálatos hős vagy, mennyivel különb mindenkinél. Hát ennyire szeretsz János. Loptál miattam? Ne beszélj, ne szólj egy szót sem, mindent tudok. A bundát visszaadtam a tulajdonosának. Visszaadtad? Hördült ki a boldog kiáltás cserből. E pillanatban a nagy folyószámla a legnagyobb tehertétele kitörlődött a főkönyvből. Igen, és hozzád jöttem. Ostoba voltam, álmokat hajszoltam és elmentem az egyetlen igazi emberi érték mellett, aki te voltál. Aki egyszer elvesztetted ugyanaz eszed, de megbűnhődtél érte. Dolgozni akarok, János. Segíteni akarok rajtad. Újra felépíteni az életedet, amelyet tönkretettem. Ó, hát mi történt? Erről sohasem beszélünk, János. Mind a ketten elfelejtjük a múltat. Csoda történt, és mi mind a ketten alázatosan hajtjuk meg fejünket. Igen, csoda történt. Mormogta a férfi, és az új életre támadás édes szédületében megcsókolta a lányt. Vége